Mondják, hogy Isten saját képmására teremtette az emberi lényt, de az ember tud teremteni, és ő is saját képmására teremti a dolgokat. Terem számológépet, számítógépet, mert tud számolni. Teremt erőgépeket, mert ő egy erőgép. Az ember ugye az egyetlen olyan állat, aki a testét eszköznek tudja használni, és dolgozik vele. Az erőgépről akarok én beszélni, és hogyan lehet ezt az erőgépet üzembe helyezni, üzemeltetni, üzemzavarok nélkül. És ez tulajdonképpen mindjártunknak egy bizonyos problémát jelent, ilyen-olyan módon, és nemrégiben most olvastam egy professzionista amerikai hosszú távfutónak egy könyvét, illetve arról dolgokat, és az inspirált engem arra, hogy erről beszéljek. Mert ez a futó, ő is sokat futott, meg hihetetlen távokat, 50 éves korára 5000 kilométert futott, Amerika egyik partjától a másikig, úgyhogy napi két maraton tett meg, meg ilyen gyerekkel baj van, de most azt abba hagyta a futást, és normál család életet él, és vállalata van, feleségével családot vezet, és minden, és azt mondja, hogy tulajdonképpen ugyanazt éli, mint a hosszú távfutásban. Mert az élet az egy maraton. Az élet egy hosszú távfutás. Itt is minden nap, és ugye egyre inkább korábban kell kelni, egyre inkább többet kell dolgozni, egyre inkább az ember többet kell tegyen azért, hogy a boldogság meg legyen, a harmónia meg legyen a családban, a munkahelyen, a mindenhol, egyre inkább meg vagyunk terhelve, este pedig lefekszünk, és reggel kezdődik ugyanaz előről. És nincsen meg a célvonal, hogy látod, hogy meddig futsz. Ez pontosan olyan, mint a hosszú távfutás, mint a hosszú kitartás, tehát nekünk úgy kell fölkészülni az életre, és az életben úgy kell élnünk, hogy mi ezt bírjuk, határtalan ideig bírjuk. És erről van szó, amiről én itt máma beszélni akarok, mert hogyha nem vagyunk képesek minden nap egy bizonyos mennyiségű erőt begyűjteni, akkor bajba vagyunk. Ahhoz, hogy energiával, mindig energiával teltek legyünk, ahhoz úgy kell élnünk, hogy energiát termeljünk, ne csak fogyasszunk. Ugye a gépekről, meg a gépeinkről tudjuk, minden motor és minden gép mozgásból termel energiát. Nincs olyan gép, amelyik ne a mozgásból termelni az energiát, az erőt. Tehát mi is a mozgásból kell termeljük ezt az erőt. A gépeknek valami üzemanyagot adunk. Van, amelyik benzint kap, van, amelyik ilyen vagy olyan, vagy tűzifát, vagy mindegy, de valami égethető anyag kell, és ugyanezt mi megtesszük itt, berakjuk a szánkba, és megesszük a kaját, amit a testünk, az anyagcsere eléget. Na most, ugye mi betesszük, mert így és úgy van az életünk, és akkor elhasználunk belőle egy bizonyos mennyiséget csak avval, hogy létezünk, hogy lélegzünk, hogy elmegyünk dolgozni, és így és úgy. De a probléma az, hogy mi az üzemanyagból mindig többet teszünk be, mint amennyit elhasználunk. És ebből egy érdekes állapot jön létre, mert ha ezt az autóval teszed meg, akkor egy idő után visszafolyik az utcára az üzemanyag, de itt nem folyik vissza, hanem a mi gépünk, a mi anyagcserénk azt mondja, most van, tegyük el tartalékba. Rakjuk föl. Fölrakjuk ide, oda, minden fele.
látjuk a tükörbe, vagy másik is látják, és akkor megint ráeszünk egy kicsit, mert hát ugye az ember dolgozik, hát megérdemli, hogy valami üzemanyagot kapjon a gép. Ezzel viszont az a probléma, hogy az anyagcserénk bekerül egy olyan állapotba, mint amit a maci produkál télen. Tudod, maci mikor elalszik, nem kajál, nem iszik, nem eszik, pár hónapot tud aludni, és nem hal bele. Hibernál, hibernáció úgy hívják ezt a lecsökkentett anyagcserét, és a mi anyagcserénk egy hibernációba kerül. Ezáltal gyakorlatilag minden mozgás nehéz lesz. Mindenféle dolgot megtenni egyre nehezebb lesz, és ez az anyagcsere nem akar nekünk erőt adni, sőt, nem is engedi, hogy használjunk plusz erőt, mint amennyivel éppen, hogy élünk. Tehát, hogy mondjam, egy ilyen spórló lángon égett az egész rendszer, és egyre inkább előtérbe jön a testnek a fő tulajdonsága, a tunyaság, amelyel aztán elüldögélünk, és akkor mind fáradtabbak leszünk. És minél többet eszünk, annál fáradtabbak leszünk. Minél fáradtabbak vagyunk, annál jobban ki akarjuk pihenni magunkat. De hiába pihenünk, fáradtan kelünk föl. És mi a pihenés? A fotelbe nézni a kütyüket, ezt vagy azt, vagy azt. És akkor ezzel pedig azt csináljuk, hogy nem elég, hogy a testünk, hanem még innen oda is beáll a tunyaság, és egyre nehezebb. Már este a mosatlan is ott marad. Hát már most menj ki. Már fogad sem mosol, csak hogy éppen elaludnál a tévé előtt, vagy elcipeled magad az ágyig nagy nehezen. Tehát itt mi beálltunk egy olyan helyzetbe, amivel bajba vagyunk. Ez az igazság. Mert másnap csörög az óra, muszáj menni dolgozni, mert ha nem, kirúgnak. Ha kirúgnak, akkor aztán nem lesz, amit zabálni. Tehát kényszerhelyzetben vagyunk, és egyre több erő kellene. Tehát nekünk az egyetlen egy megoldás, ami meg tudja moldani az egész dolgot, az, hogy kezdjünk mozogni. Mert csak a mozgás tudja az anyagcserénket ismét felpörgetni. Mozgás nélkül az anyagcserénk nem fog megmoczanni. Tehát bennmaradunk a hibernációba. És hogyha kezdünk mozogni, akkor elkezd működni a rendszer. A probléma az, hogy mi rosszul gondolkodunk. Mi a pihenésben hiszünk, és nem az energiatermelésben, vagyis a mozgásban. Mivel mi a pihenésben hiszünk, mi a fáradtságnak kiszolgáltatott rabszolgái és áldozatai vagyunk. Ezért mi nem tudunk mozogni. Most a legegyszerűbb dolog, egyszer este hazamész fáradtan, és próbáld ki. Vedd az erőt, azt mondod, ha meghalok, akkor is megcsinál. És menj el, és kocog körül, vagy gyalogolt körül legalább a pár utcát, ahol laksz. Visszaélsz egy fél óra múlva, és sehol sincs fáradtság. Na ezt mondd meg, hogy van? Mikor hazaértél, azt mondtad, meghalok, ha még kell valamit csinálni. És egyből nincs fáradtság. Tehát ez a gép termelné nekem az energiát. Csak én nem hiszek benne. Ezért nem termelem az energiát. Úgyhogy a helyes táplálkozással, a helyes mozgással, mert nem mindegy, hogy mozogsz, hogy energia jöjjön létre, annyit tud adni, hogy gyakorlatilag a pihenés nem egy téma lesz. Átkezd alakulni az egész rendszer. Tehát a dinamikus mozgásnak van egy ajándéka. Persze nincs időnk mozogni, oké. Én ezt aláírom, de én most mondok egy érdekes dolgot. Pont ez az ember, ez a Stu Mittelman, úgy hívják ezt a futóembert,
ő most dolgozik és mindent csinál, és napi 8 órát dolgozik, és a családjával és mindent rendez, és naponta pár órát fut. De honnan veszi az időt? És az időt képzeld, de onnan veszi, hogyha ő egy pár órát fut olyan módszerrel, és úgy, mert az most jön, mitől lesz neked erőd, hogy energiát termel, ő egy pár órával kevesebbet pihen és alszik. És ez automatán jön létre. És ez valójában működik. Az alvás idő sok futó tapasztalja, hogy visszamegy. Én amikor ezt tapasztaltam, én mindig azt hittem, hogy ez az meditációtól van, hogy kevesebbet alszom. De ez nem igaz. Elsősorban a futás teszi ezt, hogyha úgy futsz. Tehát most a kérdés az, hogy hogy tudok én úgy futni, hogy ne tegyem magam ki stressznek. Mert én futhatok úgy is, hogy fáradtabb leszek. Én futhatok úgy is, hogy rosszabb helyzetbe kerülök, mint voltam. Én mozoghatok úgy is, sportolhatok úgy is, hogy rosszat csinálok magamnak. Itt van Jane Fonda, a híres művésznő, az egy tényleg egy csodálatos ember, ő terjesztette el a világon az aerobikot. És valójában annyit ugrálnak ott, ezek izzadnak, folyik belőlük a víz, meg lihegnek, meg mindenféle dolog történik, de senki nem fogy le benne. Érdekes módon. És ez a nő, a Fonda, ott az aerobik közben esett össze egy szívrohammal. Tehát valami ezzel a módszerrel nem jó. Nekünk úgy kell futni, hogy egy, lassan. Mi nem szabad kifussunk, úgy hívják, hogy aerob, vagyis a légzési, könnyű légzés zónából. Erre a legjobb módszer az, hogy kimész, ha még nem is tudsz futni, akkor kezdj gyalogolni, erőltet egy gyaloglásba, de ragozd le a szájadat. Nem szabad kinyitani a szájat, és azon keresztül lélegzeni. Csak az óron keresztül. Az orr légzés az, amely nem enged be annyi levegőt, mint a száj, és az, amely kiszabja, hogy milyen égetéssel dolgozhatsz. Aki gyorsan fut, az a cukrokot égeti. Tehát energiához kell jutni a testből, előveszi a cukrokot, a cukorraktárakot a vérből, a lépből, az izmokból, mindenhonnan kiüríti, gyorsan leégeti, és akkor utána kifárad. És nagyon gyorsan elfárad. 20 percet nem tudsz gyorsan futni. Úgy teljes sebességgel, talán 5 percet se tudsz futni. 1-2 perc múlva véged. A cukor tartalékból és a cukorból való futás az a rossz futás. Nem beszélve arról, hogy a légzéssel tönkre is teszed a testedet. Viszont amikor az óron keresztül lélegzel, és csak annyit futsz, amennyit megenged az órod, hogy fussál, tehát jó órod kell legyen, és ha jó órod van a futásra, akkor tökéletes. Mikor én lassan futok, vagy gyalogolok, akkor a zsírokat égettem. Tehát a zsírégetés az a hosszú távból való raktárakból szedi ki az erőt, ezért nem fáradsz el. A cukor az egy rossz dolog. Hosszú távon, rövid távon. Ha gyorsan valamit csinálsz, és cukrot egyből megéhezel. Ha te futsz egy 10 kilométert, de teljes sebességgel, mikor futsz egy maratont azért, hogy időt fussál, utána mind a farkas, 3 ebédet megeszed egy végbe, és mindent magadba öntesz, ami eléd kerül. Olyan éhes vagy, farkas éhes. De ugyanezt a maratont lefutott kocogva, hát eszel, de nincs ez a szörnyűségérzés. A cukor az nem jó.
A cukor is, ha éhes vagy, valami cukros megeszel, ami ma nagy divat, vagy megiszod ezeket a festett leveket, ezek a szörnyű energiaitalok, meg ilyen olyan édességek, akkor jól érzed magad, húj, hogy helyre jöttem. Egy fél óráig. Utána mi van? Éhes vagy. Megint kell a következőt. Ebből jön aztán majd a cukorbetegség, meg az egyéb bajok. Tehát nekünk a zsírégető zónában szabad csak mozogni. Nekünk a légzést be kell állítani, és a légzés csak az óron keresztül mehet. Tulajdonképpen egész nap nem szabadna szájon keresztül lélegezni. Akkor is, ha ideges vagy, akkor is, ha akármi van. A nagy előnye még az, hogy többet tartod csukva a szád. Ezáltal nem csak rossz dolgok befolynak, hanem ki se folynak rajta. Ez valaki nagyon szerette, aki megtapsolta. Lehet, hogy az anyósára gondolt. Ugye mindig más az olyan, mi nem. Szóval, tehát mi a lassú futás? Az orrlégzés. Az orrlégzés a lassú futás. Mikor orrlégzéssel azt mondod, hát még futni se tudok, csak alig kocogok, mert többet nem enged, még nem baj. Maradj azzal. Jön az idő, egyszer csak fejlődsz. Mind többet és többet tudsz, mert átáll a test. A légzésről én fogok tartani most hamarosan egy külön előadást az egészségről és a légzésről. És rá fogsz jönni, hogy mennyire fordítva teszi az egész társadalmunk, a kultúra, az orvosok és mindenki. Fogalmunk nincs arról, hogy kell lélegzeni, illetve hogy nem kell lélegzeni. Úgyhogy a probléma az, hogyha szájon keresztül lélegzel, kimegy belőled a széndioxid, és a széndioxid az egy érték. Széndioxid nélkül nem tud beépülni az oxigén a testbe. Ugyanakkor rögtön savasodik az egész test, savakot termel, egyből fáradsz, izomlázad van, minden bajod van. Ha pedig lassan teszed, akkor ez nincsen. Így képesek leszünk akár órákat is futni. És ami a legcsodálatosabb benne, ez egy annyi erőt ad, hogy utána hazamész, és kedved van még elmosogatni is. Hihetetlen, de így van. Én erre akkor jöttem rá, amikor futó koromba kezdtem meg szeretni mosogatni. Én azelőtt, jó, mindig a feleségemet hagytam, hogy ne zavarkodjak én a konyhába, most már nem engedi, hogy mosogassak sajnos. Ez nem vicc, nem engedi. Hát, mit csinálja? Ha nincs otthon, elmosogatom. Szeretem. Na most következő lépés jön az üzemzavarok. Ugye, az üzemzavarok alatt értem a fájdalmakat, ami a futástól van. Jó, én nem tudok futni, mert fáj a térdem, nem tudok futni, mert alig kezdek futni, már itt fáj, mert ott fáj, meg amott fáj. Megvan a rendszer, amiben tökéletesen működik az ezért. Most elmesélem azt, hogy mit ne csinálj. Ne csináld azt, amit én. Tehát most tanulj az én káromból. Én futottam, semmivel se törődtem, de futottam. Nem ittam elég vizet, futottam. Nem nyújtottam egyáltalán, és futottam. És ez szuperül ment egészen, ameddig a testem nem lett 68 éves. Akkor pedig fogta magát, és a térdembe a meniszkusz elszakadt. A sportolóknál egyébként gyakori, de az oka mindig ez. Mindegy, hogy 20 évesnek szakad-e, vagy 60 évesnek. Ezzel ugye megműtötték a térdemet,
akkor az erők úgy rendezték, hogy elkerültem egy olyan dokihoz, aki rosszul műtötte meg, akkor tovább fájt a térde másfél évet, akkor a doki észrevette egy jobb doki, hogy mi van, újra műtötte, kiszedte belőle a szilánkokot, meg a rosszul elvágott dolgokot, és akkor megint megvan. Most megint kaptam egy újra sebészeti beavatkozást, ő sejtet ültettek be nekem, és ha hiszed, ha nem, a doki tönkre volt, mert nem igen kapott zsírt a hasonba, pedig akkor a pocakom, de nincs benne zsír, mert a zsírból veszik ki az őssejteket. Na most az be van ide fecskendezve, most van két hete múlt el tegnap előtt, és ezzel reménykedünk, de ha nem jön a műzület. De úgyse hagyom, én úgyis akarok még futni. Szóval, ezt ne csinálhatok. Vizet inni, nyújtani. Most erre a... Én megtaláltam pont a betegségem miatt, meg a sérülésem miatt, megtaláltam a tökéletes megoldást. És ez a könyv, amit itt kint kapsz, szabadulj meg a fájdalomtól örökre. Semmi módszer ilyen tökéletesen nem szünteti meg a fájdalmakat. De itt most nem csak arról van szó, hogy ha futsz, azért fáj. Ha a derekad fáj, ha a fejed fáj, ha migréned van, ha akármid van. Ez az izompólya nyújtó rendszer a vízivással, ez egy tökéletes dolog. Én a barátomtól kaptam meg, akinek szintén elszakadt a meniszkusza, mert szintén úgy csinált, mint én. Aztán meggyógyult, kezdett újra futni. Mondom, te hogy kezdtél újra futni? Mitől? Hát azt mondja, van ez a könyv. Én megvettem akkor a könyvet angolul, és mikor elolvastam és megláttam, milyen könyv, mondtam, ezt én muszáj magyarul az embereknek odaadjam. Ki akartam adni a könyvet, de nekem nem adták ide, mert nem vagyok elég nagy híres kiadó, és akkor sikerült nekünk a Schneider Gábor barátunkkal, az Energetika könyvkiadóval megegyezni, ő pedig ugye kiadta a könyvet. Most pedig... Ugye a gyakorlatok nem a legegyszerűbbek. Egyszerűen meg kell tanulni őket. Na most, hogy megtanuljad, ehhez kész csináltunk most egy tanfolyamot, úgyhogy lehet tanfolyamra járni, ahol meg lehet tanulni a gyakorlatot. Most fogunk csinálni tanfolyamot online is, hogy aki nincs Budapesten, az tudja az interneten keresztül megtanulni. De higgyétek el, hogy ez egy valami csodás dolog. És hogyha az ember ezt teszi, érzi, hogy akarja mozgatni a testét, mert tökéletesen működik a rendszer. És valami hihetetlen jó dolog, úgyhogy még azt el akarom mesélni, hogy képzeljétek el, hogy ez a Schneider Gábor is akkora kedvet kapott a könyvvel, meg mindennel, hogy fölvette a szerzővel a kapcsolatot, aki egy New York-i fizioterapista, egy kínai származású, Ming Chu-nak hívják, de amerikai ember, és meghívta ide Budapestre. Úgyhogy a Ming Chu itt lesz szeptember 21-22-én, azt hiszem 20-21-22, és tart a nagy közönségnek is ő maga tanfolyamot és előadást, könyvet dedikál, egyik nap pedig tart a mindenkinek, aztán professzionistáknak is tart előadást, akik meg akarják ezt tanulni, hogy tanítsák ezt a dolgot, mert ennek tényleg terjedni kell. Úgyhogy én erről most holnaptól kezdve a Facebookon, az én honlapomon, mindenhol fönn lesz a link, ahol ha akartok, jelentkezhettek erre a tanfolyamra, Ming Chu-ga, én mindenképp ott leszek, abban biztos lehetsz, minden nap ott leszek, mert engem ez annyira érdekel, és annyira csodálatos dolog, hát én azt már mindjárt 2 éve, hogy csinálom. Most júliusban lesz 2 éve, hogy én azt szinte minden nap megcsinálom, de legalább hetente 5-ször. És nekem nem fáj semmi. Én így nem dolgoztam 30 éves koromban, mindig valamint fájt, ha dolgoztam, most pedig akármennyit hajolhatok, semmi se számít. Mert másnap a nyújtással kiment minden feszültség a testedből. Én végigvégzem a gyakorlatot, 45 percet egy nap, puf, reggel.
Úgyhogy ez egy ilyen dolog, és tehát megvan a lehetőség arra, hogy valójában a gépet karban tartsod. És ha a gépet karban tartod, akkor nincsenek fájdalmaid, és így tovább. Ha pedig karban tartod, akkor a test kéri, hogy mozogjál, és érzed a kedvet hozzá. És én mondom nektek, ha nem is tudjátok azt megcsinálni, amit az a hosszú távfutó csinál, hogy ő fut 2 órát, és alszik kevesebbet 4 órával, de én garantálom, hogy borzasztó gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan be fog állni az idő, hogy amennyi időt te kocogtál, vagy gyalogoltál, vagy futottál, vagy amit tudsz, csukott szája, azt az idővel kevesebbet fogsz aludni. És azt megnyered. Most gondold el, ha te meg tudnád csinálni, hogy naponta 2 órával kevesebbet alszol, az az időt fel lehet valamire használni. Hát mondjuk lehet többet kütyüzni. Ha hagyjuk a csodát. Szóval, én ezeket akartam nektek most elmondani, mert ez egy ilyen érdekes dolog. Ez az a könyv, amiről beszélünk, a Szabadulj meg a fájdalomtól örökre. És ez az ember is azt mondja, ugyanazt a filozófiát, amit Szvicsin ma is tanított nekünk, meg mi is valljuk, hogy az élet egy hosszú táv futás. Van egy külső futás és belső futás. Ennek a könyvnek is ez a címe, ez a könyv Szvicsin Mojtól van, a külső futás és a belső futás. És ha megnézed a te lelki életedet, megnézed a fejlődésedet az életbe, az egy futás. Az valójában egy futás. És hogyha a test hozzá van állva, akkor ez a belső futás egy öröm. Persze a külső futás is egy öröm. De ameddig mi nem mozdítjuk meg ezt az anyagcserét, és valójában nem indítjuk el ezt a folyamatot, addig nekünk nincs öröm. Nincs öröm. És hogyha valójában le kell fogynod, vagy nem vagy egészséges, vagy bármi van, akkor csukd be a szád. Egyébként ezzel a módszerrel, a csukott szájjal meg lehet gyógyulni a horkolásból, meg mindenből. Fogsz egy raktapaszt, és leragasztod éjjelre a szád. Ha pedig félsz tőle, hogy mi lesz velem, ha leragad a szám, akkor tanuld meg napközben ezt használni. A család fog örülni, hogy nem jár annyit a szád, ez biztos. Akármilyen okos légy. És ha már megszoktad, hogy leragasztott szájjal is létezel, akkor nézd meg, hogy éjszaka mennyivel jobban kipihened magad. A horkolás az egy nagyon-nagyon rossz dolog. Az anyagcsere miatt. De ez egy külön téma, ez egy másik téma, amit majd az egészség, meg ezekről a dolgokról folytatunk. Úgyhogy akkor én ismét elköszönök.